Jó. Jó, hát így jártatok, Béla. Béla bácsi. Na hát itt azt hitte a gép, hogy itt túlerővel majd engem itt le fog szorítani, ugye? Na, de jó, hogy ilyen sok cuccunk volt. Na, akkor menjünk. Na? Mit csinál? Mit csinál? Ez most mit csinált? Ezt most nem értem. Mi az, hogy buy me some time? Ezt most nem értettem, hogy most... Hogy itt most... mivel nyerünk egy kis időt? Jó, azért lángszorú a kézbe, mert ide be akarok menni. Na, még egy ilyen rekord, oké. Okay. Jó, akkor nézzük meg. Nincs más választás. Meg kell operálni a csaj. Jó, akkor ez a, ugye ez a csaj, akinek ezt az üzenetet hagyta, ez ugye a barátnője volt, és mondta, hogy a lányod nem sokára vele lesz, hát gondolom ez úgy értette, hogy nem sokára majd a lánya is meg fog halni, mert hogy meg kell operálni, és ugye az operációban valószínűleg bele fog halni, blá blá blá, és hogy ugye kedvelik a kislány, de ugye nincs más lehetősége ahhoz, hogy megmentsék az emberiséget, az végre kell, hogy hajtsák az operációt. Jó. Nagyon tutti. És akkor most ide most be kell majd, hogy menjünk. Gondolom. Hú, ezt nagyon durván elbarikádozták. És gondolom, itt lesz majd bent a kislány. Na hát akkor nézzünk, kukkantsunk ide be. Ajjaj, már ott operálják bent, gondolom, kislány. És akkor gondolom, itt is lesz egy cutscene. Akkor nézzünk be. Sweet Jesus. Ajjaj. Na, what are you doing? Hát... És akkor most ilyenkor most mi van? Jó. Aha. Ne gyere közelebb! Na most akkor mi legyen? De... Skacok, lőjünk? Vagy ne lőjünk? Vagy mi legyen? Na, akkor körbenézek, hát van nálatok egy negyed olló gyerekek. Jó, azért még ezt engedjétek meg, jó? Na, hát most nem tudom, most ezt lőjem, vagy ne lőjem. Mi legyen? Milyen halál legyen? Gyors halál, lassú, fájdalmas, milyen? Mi legyen? Ugye akkor egy füstbombát nyomjak is. Na jó, akkor erre nem pazarulok, csak ilyen. Sajnos, doki, de... Jó, akkor őt nem bántjuk, mert ő nem akart leszúrni. Na? Vagy azt akarja, hogy lőjek le mindenkit, ne? Csinált, hát ők nem bántottak engem. Igen. Na, el is raktuk a... Na, figyelj ide, Piri. Húzzál innen, amíg meg nem gondolom magam, jó? Sanyi? Te ne olvadj itt bele a falba.
Nem itt van, tessék. Kiítom neked az ajtót is, na már, mennyi már. Ja, nem engedi a játék, akkor sajnos nincs más választás. Kacok, nincs más választás. Ártatlanokat kell, hogy lelőjünk. A játék arra akar minket kényszeríteni. Jó, a nőt azt akkor nem lőttük le. Oh-oh, hát ez nem jó. Csak akkor most mi van? Jaj, na ne. Ne csináld. Hát azt sem tudom, honnan jöttünk, girl. Akkor lehet nem kell valami másik orvossal előjön? Most tisztára ilyen szemétnek érzem magam. Hát nem erre. Na! De ugye neki itt kell, hogy történjen. Ajjajajaj. Ajjajajaj. Vagy nem így kell, hogy történjen? Rosszul gondol? Jó. Na. Jaj, na. Hagyjatok minket. Kiugrok az ablakon. Jó, akkor ez... Még meg kell találjam a kivezető utat. Akkor itt átverjük őket, erre megyünk. Igen, arra kell menjünk. Jól sejtettem. Sikerült! Igen, megtaláltuk a jó utat. Jaj, Jézus. Ilyenkor mi van? Azt hittem, hogy a kislányt kopaszra nyírták, nem úgy nézett ki ott a műtőasztalon. Hogy felkészültek ugye a brain surgery-re. Lehet, hogy rosszul láttam? Ugye egy agyműtétnél azért levágják a hajat, szóval azért... You can't save her. Nem tudod őt megmenteni. Even if you get her out of here, then what? És mi van akkor, hogyha kiviszed őt? How long before she's torn to pieces by a pack of clickers? Akkor mi lesz? Zombik szép marcangolják. That is if she hasn't been raped and murdered first. Anything for you to decide. It's what she wants. Az, amit ő akar. Már hogy ő azt akart, hogy megműtsék. You know it. Te tudtad. De a kislány azt akart, hogy megoperálják. Ide nézd. You can still do the right thing here. Meg ugyanúgy megteheted a... She won't feel anything. Amit kell. Ugye a dolgot, a jó dolgot. Hát de már előttem a surgeon, tehát... Te őrült. Akkor ki fogja végrehajtani az operációt? Már előttem mind a két surgeon-t. Na mindegy. Hát... És nem derült ki, hogy magunkkal vittük a kislányt, vagy nem. Vagy magunkkal vittük? Na? Igen, magunkkal vittük. Jó, akkor nem hagytuk, hogy őt megoperálja. What the hell am I wearing? Most take it easy. Mi van rajta? You're still wearing off. Még a drog még ki kell, hogy menjen a drog hatása. Mi történt? Ajjaj. Found the fireflies. Megtaláltuk a fireflykat. Turns out there's a whole lot more like you, Billy. People that are immune. It's dozens, actually. Kiderült, hogy még egy csomó olyan nő van, kislány, mint te, vagy egy csomó olyan ember, aki immunis. Jó, hát végülis becsak hazudunk a kislánynak, az a lényeg. És most hazamegyünk. Sorry. I'm sorry. Igen, előtte a nőt, berakta a kislányt a kocsiba, és elhoztunk. Jó, na akkor ezt most mindenki döntse el magába, hogy ez most jó volt, vagy rossz volt. Most ilyen ártatlanokat gyakorlatilag, azokat megöltünk itt sorba. Várj! Let me go! Hát menjek! Please! Engedj el! You just come after her. Csak utána jönnél úgyis. Ajjaj! Hát nem tudom, ilyen szituációban mit csinálnék.
Jó. Most a kislány akkor most rosszul érzi magát, mert most a nagy semmire ment oda a kórházba. Most akkor úgy érzi, mert hogy azt adtuk be neki, hogy még sok olyan ember van, mint ő. Nézd ki, hogy most sétálunk el picit. Ja, most én vagyok a kis... Én vagyok a kislány, jó? Na, akkor skacok! Nem tudom, hogy innen folytassuk még egy kicsit, vagy a véleményemet majd egy következő... Jó, a véleményemet a legutolsó videóban mondom el, mert szerintem ez már a vége a játéknak. Úgy néz ki, hogy van, nincs rajtunk se puska, se semmi, se balta. Akkor menjünk. Egyébként az a véleményem, hogy hát miért hazudtunk a csajnak. Most ezzel... Mert akkor rosszul fogja így magát érezni. Hogyha azt úgy hisz, hogy több immunis ember is van, akkor... Aha. Igen, igen. És nem tudom, a lányáról beszélt, hogy jó barátunk lettek volna? És ezt nem figyeltem, bocsi. Csak még mindig ilyen sok hatás alatt vagyok, hogy mi történt ott a kórházban, mert azért nem így csináltam volna. Hát azért könyörgöm, de mindegy. Igen, na. Na, na. Húzzá felünk. Ez az. Igen. Végre elérkeztünk a sehova, srácok. Hey, wait. Na, várjál. Na, mondjad. Mi történt? Back in Boston. In Bostonban. Back when I was bitten. Amikor megharaptak. I wasn't alone. Én nem egyedül voltam ám. My best friend was there. A legjobb barátom is ott volt. And she got bit too. És őt is megharapták. You didn't know what to do. És nem tudtuk, hogy mit csináljunk. So. Szóval... She says... Ő azt mondta... Let's just wait it out. Hát csak várjunk vele. You know, we can be all poetic and just lose our minds together. Aha. Így együtt megfertőződnek, aztán megőrülnek együtt. I'm still waiting for my turn. És én még mindig az én körömre várok. Her name was Riley, and she was the first to die. Igen, ő volt az első, aki meghalt. Aztán Tess. And then Sam. Aztán Sam. That is on you. You don't understand. Ah, nem érted. I struggled for a long time with surviving. Nagyon hosszú ideje. Túlélek. No matter what. You keep finding something to fight for. Now, I know that's not what you want to hear right now. Swear to me. Swear to me that everything that you've said about the Fireflies is true. Jó van, akkor esküdj meg, hogy mindent, amit mondta a Firefly, az igaz. I swear. Na, esküszök. Jó, most csak hazudtunk neki, nem mindegy. Képébe hazudunk a kis csajnak. Jó. Mondta a srác, hogy mindig harcolni kell. Valamiért. Úgyhogy... És itt a vége, fuss el, véres kacok. Na. Na akkor elmondom a véleményemet a játékról. Na szóval a srác a végén azt mondta, ugye, hogy valamiért mindig küzdeni kell, harcolni kell, hogy legyen valami cél mindig az életedben, ugye? Na mindegy. Lényeg, hát a főhőssel azért nem tudtam szinkronba helyezni magamat, én azért más döntéseket hoztam volna. A játék az egyébként nagyon tetszett. Sokkal jobb szerintem, mint a Resident Evil, a történet is nagyon tetszik. Nagyon változatos is volt. Azt tetszett, hogy gyakorlatilag minden helyszínek meg volt a saját atmoszférája. Kihívás volt minden pálya. Volt egy-két szituáció, ahol úgy éreztem, hogy egyszerűen nem tudok tovább menni, de aztán sikerült, mert amit ugye kivágtam, ti nem láttátok, de volt, hogy meghaltam egy helyszínen ötször.
Viszont elég gyorsan utána sikerült kikec megni, szóval nem napokig tartott, mire átvergődtem, hanem perceken belül már folytatódott a történet. Az is tetszett a játékban, hogy vannak nagyon brutális akciójelenetek, és aztán utána hagyja a játék, hogy egy kicsit úgy ellazulja, de azért mindig így a kicsit penge élen tart téged, mert nem tudod, hogy mikor a következő akciójelenet rész. De tetszik, nagyon szépen megcsinálták, nagy területeket lehet bejárni, ugye nem egy ilyen open world játék. És ahhoz képest azért voltak részek, ahol ezt annyira nem érzékeltette veled a játék, hogy hát, hogy igenis azért meg volt rendezve, hogy az egész úgy mondjam útvonal. Nagyon tetszettek, a fegyvereket nagyon jól megcsinálták szerintem. Azok le a kalappal tényleg. Még a lángszorot is kipróbáltak a végén, na? Az is jó volt. A gépfegyverrel sokat nem tudtunk játszani, de az is tetszett a végén. Pisztolyból kicsit túl sok fajtát rakott be szerintem, rakhattak volna be mást is, például számszeri íjat vagy nem tudom, 1100 ötlet van, amit berakhatott volna a játék. Kézigránátot például. Na mindegy, de tetszett. Na, tessék, itt vannak, még kutyusokat is raktak be a végére a készítők kutyusait. Az is tetszett, hogy a kis csajjal átvettük a főszerepet. Ami viszont nagyon tetszett, az az, hogy nem úgy volt megoldva, mint a Resident Evil-be, hogy tényleg nagyon oda kellett volna figyeljünk a partnerünkre. Szóval ott azért ez egy kicsit ez vontatott volt, hogy az esőnére egész végig figyelni kellett, és hogyha nem figyelte oda, elrabolták. Egy pillanat alatt vége volt a játéknak, is nem azért, mert megöltek téged, hanem azért, mert az Ashley-t vára kapták, és elrohantak vele. Hát ez mekkora egy baromság már. Na itt viszont az tetszett, hogy megtámadják, és ők visszatámadnak. Szóval azért a kiscsa is néha úgy éreztem, mintha a főhőst mentette volna meg a nő. Szóval volt egy-két olyan helyzetem, amikor azt éreztem, hogy na, most itt a vége. Biztos, hogy meg fogok halni, és egyszer csak a kislány kimentett. Szóval odaugrott, ráugrott egy késsel, vagy mit tudom én. Téglával ledobta a csókát, szóval elég jó helyzetek voltak, amikre nem számítottam, és ezek teszik szerintem a játékot izgalmassá. És tényleg úgy éreztem, hogy mintha hát bele tudtam magamat élni a játékba, ez az igazság. Na, úgyhogy ha van egy ilyen hasonló játék, akkor nyugodtan szóljatok, és akkor annak is állok elébe. Azt is végignyomom. Most egy darabig azért nem, most szeretnék kicsit szünetelni. Jó, azért eléggé sok időt felemészt a napomból. Viszont élveztem, nagyon tetszett. Azt mondanám, hogy 10-ből megadnám a 10 pontot a játéknak. Nagyon sok játékot gajra ver, az biztos. A grafikai szinten eszméletlen, hogy mit ki nem hoztak a PS3-ból, az valami eszméletlen. Ezt életemben nem gondoltam, van egy ilyen dolgot egyszerűen ki tudnak belőle hozni. Egy 4 gigás chipről beszélünk, ami a PS3-ban van. Hihetetlen. Viszont ugyanakkor nem adok 10 pontot, hanem 9-et, az pedig azért, mert amit ugye mutattam, hogy picit csiszolatlan egy-két helyen a játék, ugye, amit a tükröknél, amit látsz vissza, ugye a tükörben, amit látsz képet, az nem adja vissza a valóságot. Meg hát szóval vannak ilyen kisebb illúziórombolós dolgok, amiben, hogyha nagyon beleéled magad, akkor elég elvetti a szájízét a játéknak. Ugyanakkor én ilyenekre nem figyeltem, szóval annyira nem. Én nem szeretek nagyon kritizálni játékot, amivel játszok. Szeretném magamat minden esetre beleélni. És hát igen, itt sikerült, tényleg nagyon tetszett nekem. Na és pont megkaptam a konvertert is, de láttatok, végig tudtam nyomni a kontrollerrel az egészet. Nem kellett a konverter. Először játszottam akciójátékkal, úgyhogy végig is nyomtam PS3-on is. És kontrollerrel sikerült ez, gyerekek, hát ez valami olyan fantasztikus dolog, hogy... Na, úgyhogy még mit mondhatnék, hát...
Mindenkinek ajánlom, tényleg megérte, én ezt olcsón vettem ugye egy boltba, ahol már így gyakorlatilag dobálják ki a PS3 játékokat, és azt kell mondjam, hogy nagyon olcsón veszel, szóval pár dollár érna. És hogyha megnézitek, akkor Steamen meg ilyen helyeken olyan kaka játékokat adnak több ezer forintért átszámolva, hogy egyszerűen hány inger. És ez ahhoz képest ez egy ilyen gyöngyszem, szóval én úgy is mondhatnám, hogy egy gyémánt darabot találtam egy sóderbánya közepén. Tényleg jó volt, tetszett. Nem tudom ragozni. Vettem más PS3 játékokat is, és na beraktam, hogy hú, na de jó lesz, és hát ezután eléggé nehéz elfogadni más hasonló játékot, mert ez tényleg a toppon van. És bevallom őszintén, ha ezzel nem játszottam, akkor biztos tetszene más akciójáték is, de mivel, hogy most ezt végigvittem, így már kicsit más szájízzel állok hozzá. Na, hát ugye végeztünk a játékkal. Igen, ez online ugye lehet játszani. Na és akkor ez maradt, ugye a Left Behind. Ebbe akkor még nem kezdek bele. Ez gondolom nem olyan hosszú, mint a main story, ugye? De ha kíváncsiak vagytok erre is, akkor ezt is végignyomhatjuk. Azt írja, hogy warning, recommended only for players who have completed the main story. Igen, hát mi ezt már megtettük, úgyhogy jöhet. És állok elébe kontrollerrel. Viszont attól félek, hogy elkezdek játszani más programot ezzel a billentyűzzel-tegér kombóval, akkor el fogok szokni a kontrollert, és akkor megint picit szidalmazni fogom a kontroller célzást, mint azt tettem ugye a játéknak körülbelül ugye 60%-áig. Na, úgyhogy ennyi volt, skacok. Nagyon tutira jó játék volt. Tetszett. Number one. Storyline jó volt. Játék jó volt. Grafika fantasztikus volt. És eléggé hosszú játék. És sikerült végigvinni. Nem tudom, hogy hány videóban. Szerintem egy olyan 60. Ratsatszolok, és ez eléggé jó, hát a Resident ugye 112 vagy 114, valahogy így volt, és ez 100, körülbelül olyan 120-ra jön neki, hogyha 10 perces videókat nézzük, de ugye én a 17-18 perc körüli videókat készítek, de körülbelül ugyanott van, na, nem tudom, hogy ez hogy sikerül ezt a japánoknak így ezt így pont belőni, hogy ez pont így, mit tudom, hány játék az idő, a játék, a valós játékidő, az mit tudom, hány óra legyen pontosan, de ez úgy körülbelül azt figyeltem, hogy ilyen fajta játékoknál hogy nagyjából ugyanannyi. Na, akkor ennyi. Sziasztok!